Nézzük a következő feladatot. Steve, igazad volt a pénzek kapcsolatban, ez a boltos, ez konkrétan az egész várost ellátja drogkal. Érdekes módon semmilyen info nincs ezekről az emberekről. Valahogy mégis kapcsolatban kell, hogy legyenek. Lehet, hogy valami más módon kommunikálnak, lehet, hogy személyesen, hogy ezeket az információkat ne lehessen olyan könnyen kilíkelni. Szóval mi lesz most? Meg kell keresni a shopkeepert. Valószínű egy magasabb rangban lévő bandába van. Nem érdekel, hogy mit fogsz vele csinálni, csak szedd ki belőle az információt, hogy tovább tudjunk haladni. Egy kúriába van, vagy nagyon sok pénze van, vagy rohadtul nem érdekel, hogy mire költi. Mindegy is, számíts arra, hogy nagyon sok ember védi őt. Természetesen mi másra számítanék. Na, a boltosnak a háza. Szerintem maradunk ezekkel a dolgokkal, vagy kipróbáljuk a flash-t, hogyha nagyon elszarodnának itt a dolgok. Faggast ki a shopkeepert. Paranoiás a főnök. Lehet azt mondják, hogy valaki belülről próbál itt szarakodni, hát de ők nem tudják, hogy mi a fasz van. Na nézzük akkor, mivel állunk szemben. Hát ilyen mellékházak vannak. Mászkálnak az emberek. Egymást beblokkolják, mert annyi eszük van. Jó, nem történt zaj. Ami nagyon jó. Na, van bozót labirintus a csávónak, mert minden nagy csávónak kell egy bozót labirintus, mint Diaznak kibaszott Vice City-ben, meg Manhattanban is volt valakinek bozót labirintusa. Tehát miért is ne? Miért is ne? Nézzenek csak oda. Van hány ember temetett már el? Vagy lehet, hogy ő egy jó ember? Csak viccelek. Ezek nem szarakodnának az a kacsabban egy másik emberre szemben, hogyha a pénzükről van szó. A legközelebb inkább hozok benzint meg gyufát, legyen úgy. Lehet át kell menni a labirintusom. Tedd el. Aha, pont annál az egy pontnál vannak. Amerre kéne menni. Nagyon nem bíznak egymásban, nem tudom mit csinálnak. Nem is mozdulnak, úgyhogy lehet hagyni kéne ezt. Ja, hagyom. Oh. Na ne viccelj már! Lőj le! Kösz! Na ne bassz! Ez nem olyan nagy baj. Ezt meghallotta! Ez a csávó meghallotta! Ez a csávó meghallotta! Hát persze! Meghallotta azt, hogy leboxoltam valakit a faszomba. Na jó, hát akkor megpróbáljuk ezt fegyverek nélkül megcsinálni. Lehet, hogy jobban fog működni, mint a fegyverekkel való gameplay. Eddig feltöröm ezt az ajtót. Vigyük ki. Vidd ki a ter... Vidd ki a kibaszott testét! Nem erre gondoltam. Vidd ki a csávót. Nem akartam megölni. Jó. Na nézzük, itt vagyok egy nagyobb épületben. Itt van egy edzőterem, ott van egy csávó, abban nem bízok. Ha. Ez jó lehet. Ez nagyon jó lehet. Lekapcsolni ezt az egy embert.
Csodás. Jó. Hogyan tovább? Vannak ketten. Hát azokon keresztül próbálj meg átjutni. Hát inkább biztos megyek és elviszem ezt a csávót. Hát igazából nem tudom sok helyre vinni. Max ide? Na itt is észreveszik, meg a vért is észreveszik. Na nézzük, hogy akkor ott arra elmetlen el lehet menni. Itt van egy nagy garázsa. Ezt lehet meg kéne játszani. Aha, a garázsban mászkálnak. Ő meddig megy el? Ó, piszkos a szörnyeg. Ah, minden itt neki. Ez a csávó bajos. Úgyhogy... hogy el kéne jött intézni. Oké. Majdnem bajos lett. Vigyük őt el innen. Hát nem az edzőterembe fogom bevinni, hanem ide. És itt is alom meg. Jó. Mehetünk is innét. Na és jöhet ez a garázs. Mögötte nem fognak bejönni, de nem igazán tudom, hogy hogyan menjek. Actually, amúgy ez OP. Nem tudom, hogy hogyan, de OP. Nagyon is OP. Vagyjuk meg mind a kettőt. Igazából el sem tudom őket tenni sehova. A mosdóba tudtam volna őket berejteni, na mindegy. Akkor menjünk itt ki. Nézzük meg. Szerintem feljebb kell menni. Amúgy is. Hol tudok feljebb menni? Garázson keresztül talán? Nem. Hol tudok tovább menni? Mert az az udvar rész. Valószínű, hogy hátrébb van az épület. A főbb épület. Igazából semmi hasznosat nem csináltam eddig. Feljebb kell menni. Szerintem ott, ahol voltam éppen. Jó, mindegy, igazából annyi haszna mégiscsak volt ennek az egésznek, hogy takarítgattam. De akkor ezzel a kettővel hogyan fogunk elbánni? Van egy tippem. Halló? 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 Miért nem működik? Halló? Bra? Az meg, nem hallják. Nem figyelnek oda erre sem. Jaj. Halló? Ah, bazd meg. Ne, és innen indíthatom. Faszom, elfelejtettem menteni. Nem, ez az út az nem éppen a legjobb ötlet. Jó, na ezt a kettőt kéne valahogy le... dzsengázni. Ah, senki nem juthat be, XZ, de... Bazd meg magad, hát ez most komoly? Imádom azok. Jó, vagy van egy jó hírem akkor, mégis lehet meg tudjuk csinálni. Nagy szarakodások nélkül. Habár éppenséggel most is szarakodok. Szóval... ez mennyire hangos? Eléggé hangos. Mire számítottam? Na akkor nézzük meg, hogy ez meddig fog el működni. Mert actually a
Az AK egy nagyon OP fegyver, de konkrétan az öklenik még jobbak. Sokkal-sokkal jobbak. Őt is elintézem. Már hogy hallották meg? Valaki megint megmagyarázna, hogy a verekedés hangját hogyan hallották meg? Aha. Elnéznek a folyosóra. Elindulnak. Hú, ez nem túl jó. Oké. Okay. Ez csúnyább is lehetett volna. Miért megy ez a zene? Felderít... Ne baszd fel, hogy felderítettek. Hogyan derítettek fel? Oké, okay, nincs baj. Megoldjuk. Ha kell, az egész brigádot le fogom boxolni. Jó az a zene. És keci, riasszák az egész helyet. Mire fel? Semmi nem történt, bazd meg. A csávó meglepődött és ezt szükkül meghaltak 70.000 mérföldről is. Nevetséges. Na mindegy. Ó, és jön a brigád. És meg fogják találni a testeket. Hát, öten vannak, hanem többen, de már szólnak a többieknek is. Most fogják megtalálni a srácokat. Hát, hogy ez az én pillanatom indulni. Oké, ezt picit megbuharáljuk. Nem csinált semmit, csak kinti fényeket kapcsolta le. Törjük fel ezt. Ne tört fel, ne tört fel! Menj innen, menj innen, menj innen! Nem tudják kinyitni az ajtót, mi? Most ez egy teszt lesz. Ki tudják-e nyitni a picklockos ajtókat? Vagy a lockos ajtókat? Véleményem szerint nem. Ott van egy szerőző. Ez viszont hova vezet? Ezt meg kell kaparintani. Ja, csak... Most éppen mászkálnak ott. Most kéne menni. Hát, nem. Jó, no para. Ez jó, ez jó. Ez nem jó. Ó, baszd meg, de akkor nem az, hogy szólna, de én kurvára számítottam, hogy az ajtó az nem fog kitolni engem a fal mögül. Aha. Ú, de nagy ötlet volt most bejönni ide. Ezt nem láttam előre. Na, hova megyünk itt? Valamit hallottak, mert többen kijöttek. Mi az a fos csipogás? Ez a szellőző szerintem kurva nagy. Ez most sokat fog segíteni. Kimászunk. És hol a bánatban vagyunk? Egy szobába, ami jó üres, de... Valahol vagyunk. Szépen elkapcsolom. Nagyon mozognak. Nem, az a szoba az ilyen... Ajtó... Nyitásos. Azt csipog az az ajtó. Ezek itt hogyan mennek? Ő itt lemegy, és az ajtómat nézi. A kamera nem néz olyan messzire el. De viszont... Csávónak nincsen zseblámpája, szóval ha én ideállok... Ó, de van. De nem használja viszont.
Viszont időt rokálni is meg tudom ölni ezt az egy embert. Be is tudom vinni ebbe a nagyon barátságos sötét szobába. Oké. Okay. Na, te miért jössz ide? Az MP5-tel te ne foglalkozzál, az egy teljesen normális dolog, hogy ott van. Na nézzük, hogy itt mi van. Hoppá, jakácina, jól gondoltam. Na nézzenek csak ki van itt. Először azt hallom, hogy a mi kis cukorgyárunk egy támadásnak az áldozata lett, és most meg valami Navy Seals csávó bejön ide, és nem fogja a pisztolyát. Ki a fasznak hiszed magad? Maradj csendben, hogyha nem akarsz egy gőlt a fejedbe. Ah, nézzenek oda! Szeret lövöldözni, és nem szeret szarakodni? Hát nem kellene, hogy meglepődjek ezen. Nos akkor, mit akarsz? Kell egy kis cukor? Ah, attól tartok, zárva vagyunk. Ahogy látod, vagáción vagyunk. Tudod, patkányokat meghívás nélkül nem igazán fogadunk most. Mondd meg, hogy ki akarja, hogy te szétozd a drogjaidat, és ne okoskodj rajta. Bármivel is próbálkozol, lelőlek. Ó, bazd meg, az ez, hogy el fog neked mondani bármit is? Ha nem, akkor game over. Na gondolkozz el, elég sok vért veszítesz. Ah, basszus, jó. Ah, kibaszott lábam. Úgy hívják, hogy Baker, vagy sütő. Bék. Hívjuk Béknek. Úgy hívják, hogy Bék. Ahol jobb, hogyha vigyázol a seggedre, mert az embereim 24 órán keresztül itt lesznek a nyomodba. Így van, nincs több nyugalom. Figyelned kell magadra az egész életeden át. És biztos vagyok benne, hogy egyszer el fogsz fáradni. És tudod, hogy mi fog akkor történni? Felfogod az egészet? Azt nem értem, ezt a kemény one-liner, de ez egy kemény one-liner. Hogy vetted ezt az egészet? Hát én megtem. Igen, megvan. Na. Fasza. Megvan a csávó. Hurrá, hurrá, juthatunk ki innen ebből a vacakból. Nos, a jó ír az, hogy ki fog tudni jutni, szerintem. Talán, remélem, nem kéne szólni, de szerintem ki fog tudni jutni. Ugyanaz az úton, ahogy bejöttem. Na, akkor megtudtuk, hogy valami Péknek szállít, hát olyan epik neveik vannak, hogy beszarok. Biztos, hogy a Baker az nem Péket jelent, de most már Péknek fogom hívni. Megöltem ezt a csávót. Viszont a legnagyobb bajom az, hogy nem tudom, hogy hol van ez a gyökér itt. Egyelőre ideállok, és akkor fogok elindulni, amikor tudom, hogy ő már nincs itt. Azt tudom, hogy ideig kijön. Szóval itt is van. Szóval azt látom, hogyha elmegy, akkor sima ki fogunk jutni. Úgy van. Picit tempósabban menjünk. Jó. Oké. És ha minden igaz... Be kéne csukni ezt az ajtót, bár igazából mindegy most már. Itt megöltem két embert. És én itt fogok majd kimászni. Mondjuk most. És... Ilyen gyönyörűen jutok ki. Na. Ez... Ezt megoldottam. Jó sok próbálkozására, de megoldottam. Csöndes és stealth-be voltam. Pár duc rang gyönyörű. Na, ez tök jó volt.